Tesco Fit Arena rendezvény sorozatának sikere talán éppen abban rejlik, hogy túlmutat azon, hogy csak sztár előadó, klasszikus aerobik, küzdősportos, táncos vagy éppen erősítő óráinak láncolata legyen. Talán éppen ezért telt be két héttel a rendezvény előtt a 600-as létszám az új helyszínként debütáló szegedi első Tesco Fit Arénán is, ahol az órák mellett az egészséges életmód szinte minden újdonsága, kelléke, felszerelései kipróbálhatóak, étkei pedig megkóstolhatóak voltak, a szójatejtől a kakaós csigáig. Azért persze a legtöbben az újdonság varázsával és kedvenc előadóikkal magyarázták itt létüket. Mikor voltatok utoljára egy ilyen rendezvényen? Most vagyunk először ilyen rendezvényen, hisz Szegeden most van itt először rá lehetőségünk, hogy eljöhettünk. Melyikötök ötlete volt? Hát az enyém. Én vagyok ilyen fanatikus, hogy menjünk rékázni, tehát kimondottan az ő tornájukra jöttünk. Úgy gondolom, hogy Réka, mint három gyermekes anyuka bizonyítja, hogy gyerek mellett is lehet tornázni. És neked mennyi van? Nekem csak kettő van. Nekem ő a legjobb barátnőm, így bele tud vinni minden ilyen hülyeségbe. Igazság szerint én nem nagyon szeretem ezeket az ugri-bugri tornákat, tehát nekem ez a Norbi táncos valami, ez elég furcsa volt, de nem volt rossz. Tehát Réka torna otthon, és minden nap futás lent este együtt. Tornázok én is a Rékára olyan heti kétszer-háromszor, de nekem inkább a futás. Milyen típusú órák tetszettek? Hát én szeretem az erősítő órákat, úgyhogy ez az utolsó tatarakreső óra nagyon bejött. Én úgy láttam, hogy te a küzdős órákat jobban tudtad követni, mint a táncost. Jobban szeretem a tájbolt, meg az ilyen kickboxerű sportokat. Nagyon tetszett Katus Attila órája, meg a Szent Györgyi Román órája is. Azt élveztem a legjobban. Én is szeretem a boxos órákat, meg amik így külön rámennek egyes részekre, has, fenék, stb. Természetesen mindenkinek ki kell hozni a magából a maximumot. Régóta Rubin Réka rajongó vagyok, és igazából ugye a DVD-re tornázom, és akkor ott megvan adva, hogy 20 perc kar, has, comb, és akkor úgy magamnak állítom össze az edzést. Tehát amire akarok, arra tornázok. És miért fontos neked, hogy ilyen rendezvényre elgyere? Még nem voltam, és kíváncsi voltam a hangulatra, meg nekem nagyon fontos, hogy nézek ki, és hogy egészséges legyek, és hogy formáljam a testem. Neked ez a kedvenc sportod, az aerobik? Az egyik, igen, mert zumbázok is, meg aerobikozok is. Augusztus óta fogytam 10 kilót, úgyhogy megvan az eredménye. 82 kiló voltam augusztusban, most vagyok 72, és a hasamon látszott ingább. Mitől más egy ilyen rendezvény, mint hogy lemész egy fitness terembe? Rengetegen vagyunk, meg nagyon jó hangulatot teremtünk, és csak őket nézni. Beálltál küzdősportos órára, beálltál táncos órára, ennyire mindenevő vagy? Igen, igen. Küzdősportot nem próbáltam, de bevallom, a Rocky filmeken nőttem fel, meg annó szalszáztam is, ugye a tánc is közel áll hozzám viszonylag. Melyik óratípus a kedvenced? Van olyan? Mindegyik jó, mindegyiket szeretem, mindegyik más, milyen, mindegyik más impulzust ad. És mennyire jól tudod követni a koreográfiát? Megpróbálom minél jobban követni, én legalábbis bele tudok tanulni, szerintem mindenkinek menni fog, aki elkezdi. A
Ami nekem feltűnt, hogy a koreografált órákat kevésbé jól tudtad követni, mint a boxost. Igen, kicsit nagyobb tapasztalatom van a boxos órákban, mint a táncos órákban. Annyi közöm van hozzá, hogy én is oktatom ezt a fajta sportot, a tájbót. Ez a rendezvény neked most egyfajta továbbképzés? Igen, vehetjük úgy, ezért is jöttünk el, egy szegedi edzőterembe dolgozom, és minden edző itt van most velem, és csapatostul jöttünk le. Igazából olyan dolgokat lát az ember, ami nem jut eszébe, hogy így is meg lehet oldani azt a gyakorlatot, úgyhogy mindenféleképpen hasznos. Mi a pláne benne, hogy hétközben órákat tartasz, és hétvégén meg eljársz egy ilyen rendezvény? Nekünk ez a kihívás, tehát itt látunk azért új összekötő elemeket, új órafelépítéseket, új embereket, új stílust, és ebből is tudunk tanulni. Az ilyen rendezvények azok mennyiben mások, mint egy óra, amit akár te is adsz le. Hangulatában egy picit másabb. Talán itt az emberek nyitottabbak, könnyebb őket rávenni bizonyos dolgokra, amit te a saját órádon nem tudsz megoldani, amikor te tartod, hiszen lefárad az ember, munka után jön oda, de erre a hétvégére az alkalomra készülnek az emberek. Jobb a hangulat talán. Én aerobik oktató és zumba instruktor vagyok, de a zumbát váltam a legjobban, mivel ez a legbulisabb és a legeslegélvezhetőbb óra. Szerintem az összes fitness óra közül. Ez a dance aerobiknak egy külön válfaja, ahol mindenféle ritmus, mindenféle zene és táncmozdulat megtalálható, éppen ezért mindenki számára élvezhető, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Akár aki nem rendelkezik semmiféle táncos múlttal, az is nagyon-nagyon élvezi a zumba órát, mert könnyen követhető és nagyon élvezetes. Mitől más egy ilyen rendezvény, mint hogyha elmész egy aerobik órára, vagy éppen tartasz te valamelyik fitness teremben? Attól más, hogy nagyon-nagyon sok ember van együtt, és ezzel így sokkal nagyobb energiák szabadulnak fel, és motiválják egymást az emberek. Szerintem ettől jobb, és nyilván neves oktatók tartanak órákat, nyilván tőlük mi is tudunk tanulni, de a vendégek is nagyon jól érzik magukat a profik óráin.